Egészen új szerepkörben láthattunk most téged, a többiek nyerekben ültek, te pedig színpadon álltál. Milyen érzés volt onnan buzdítani a többieket? Hát elég furcsa volt. 3 évvel ezelőtt még én is itt álltam a Pannon Cycling Team színeibe, ugyanitt a rakparton, innen indultam ugyanerre a körre, a Pannonhalmai befutóra. Tényleg egészen szokatlan volt. Sokszor van olyan érzés a versenyzőnek, hogy fú, de jó lenne most a ilyen nagy meleg verseny helyett inkább beülni ide egy étterembe, úgyhogy erre most lesz lehetőségem. Ki is próbálom, hogy milyen az, miközben próbálom majd figyelemmel követni az eseményeket a versenyen, de tényleg ennek is megvan a maga szépsége, de várom, hogy újra versenyezhessek itt akár Magyarországon, de igazából bárhol. Mostanában protokoll feladataid is lettek, és ha jól tudom, akkor Prinzinger Péter elnök úrral közösen elindítottatok néhány egyeztetést. Miről szól ez? Igen, elnök úrral remélem, hogy sikerül támogatókra lenni abban a projektben, hogy majd eljött az idő végérvényesen, hogy Magyarországnak kell egy profi csapat, kell egy kontinentális, azaz nemzetközi szövetség által bejegyzett csapat. Bízom benne, hogy most már úgy látják sokan, hogy tényleg ennek eljött az ideje, hogy ennyien szeretik a kerékpársportot itthon, ennyien rajonganak a kerékpársportért itthon, hogy ekkora támogatást élvez a kerékpársport, és hogy ilyen reakciókat váltott ki ez az egész, akár a gyírós helyzet, de akár az, hogy tényleg felfigyeltek arra, hogy sokan vagyunk, egyre többen profik a világ élvonalába, az elvezetett odáig, hogy lesz egy erős és magabiztos magyar csapat a Magyarországnak, úgyhogy én bízom benne, hogy tényleg ezt támogatókra fog lelni. Államtitkár úr, mit jelent az országnak Walter Attila sikere a Giro d'Italián, illetve a Visegrád 4 együttműködésében ez a mostani mai kerékpárverseny? A Walter Attila sikere büszkeséget és örömöt. Elképesztő büszkeséget és örömöt. Én most ismerhettem meg őt személyesen, és a személyisége is nagyon kellemes, nagyon kellemes ember, egy szimpatikus fiatalember. Mondtam neki, hogy nagyon gratulálok, természetesen nyilván sokadik vagyok, és hogy nagyon boldogan figyeltük és néztük és szurkoltunk neki, és ez így lesz a jövőben is. Egyébként én a kerékpárosokat, általában minden sportolót, de a kerékpárversenyzőket különösen is tisztelem, mert szerintem elképesztő akaraterő és küzdőszellem kell ehhez a sporthoz. Pont arról beszéltem, hogy itt a körülményeket, a meleget le kell győzni, az ellenfelet le kell győzni, és nyilván saját magukat is le kell győzni, hogy be tudjanak érni a célba. A V4-es verseny pedig szintén sokat jelent, a V4 közössége nagyon sokat jelent. Ma szerintem Európában a józanészt, az erőt és az egységet jelenti, és ez a rendezvény is mutatja, hogy a sportban is az egységet jelenti. Ráadásul vonzóak vagyunk, hiszen 3 kontinens 17 országából jött 28 csapat, tehát sokan szeretnének a V4-jel, vagy a V4 együttműködni, vagy a V4-es rendezvényeken részt venni, úgyhogy minden versenyzőnek csak a legjobbakat tudom kívánni. Elnök úr, a Visegrád 4 együttműködés nagy rajtjaként apostrofálták ezt a mai V4 kerékpárversenyt. Valóban egyre nagyobb jelentősége van a kerékpárversenynek a V4 együttműködés szempontjából, és egyébként a magyar sport szempontjából is? Szerencsés egybeesés, hogy Magyarország éppen akkor veszi át a Visegrádi 4-ek elnökségét, amikor a V4-es országúti kerékpáros mezőnyverseny rajtol. Ráadásul ennek a nyitó szakasza pont Budapestről, pont Magyarországról, úgyhogy mi kerékpárosok ennél szerencsésebb körülményt el sem tudnánk képzelni. Igen, hát a V4-es országúti mezőnyverseny egy most már 8 éves múltra visszatekintő együttműködés. Tehát ez azt bizonyítja, hogy a V4 az nem csak egy diplomáciai politikai kötelék, nyilván az is, hanem a magyarokkal, lengyelek, a csehek és a szlovákoknak az érdemi, hétköznapi együttműködési formája, fóruma is. Esetleg érdekes tudni, hogy a mai szombati magyar futam után holnap lesz a szlovák szakasz, és a jövő hét végén ugyancsak szombaton és vasárnap a cseh és a lengyel futam. A magyar versenyzők szép számmal képviseltetik magukat. A magyar válogatott előző évekbeli teljesítménye hogyan hathat esetleg a fiatalokra, illetve azt láthatjuk, hogy egyre több és jobb eredményeket érnek el, nem csak hazai, de nemzetközi szinten is. Rendkívül fontos, hogy a fiatal versenyzők és az utánpótláskorú bringások lássák azokat a példaképeket, most már nyugodtan mondhatjuk, hogy azokat az ikonokat, akik miatt hisznek az egészben, akik miatt látnak jövőt a kerékpársportban, és ebben a tekintetben pedig kulcsfontosságú, hogy Magyarországon rendezzünk olyan versenyeket, amik a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség által minősített versenyek, ilyen a V4 is.